Annó 1830. Sokáig csak egy üres talapzat, és rajta ez a felirat fogadta a bélapátfalvi ciszterapátság látogatóit és a búcsúra érkezőket a kolostor egykori kertjében. Rajta az 1980-as évekig közel 150 éven át a fájdalmas szűz szobra állt, melynek hűmását a 2015. évi nagy boldogasszony búcsú alkalmával helyezték el az eredeti talapzaton. Ezzel a helybeli Lengyel János régóta dédelgetett álmát váltotta valóra. Ahogy készültünk, illetve ahogy Jancsi bácsi készült a beszélgetésre, több mindent is kikészített, előkészített, többek közt egy könyvet Apagyról. Miért? Apagyon születtem 1936. 5.-29-én. Ott töltöttem a fiatal, illetve 16 évig éltem, majd csak ott, majd Nyíregyházára kerültem ipari tanulónak. Mint géplakatos úgy végeztem, de különböző szakmákat szedtem össze, ilyen szakmásidó tanfolyamokat, ívésánkhegesztőt, kazánfűtő, nem tudom, tehát ilyen általános munkát csináltam, és akkor ezekről bizonyítványom is van. És 57-ben kerültem ide, Bélapátfalvára, a régi cementgyárba, és akkor megismerkedtem a feleségemmel, és ide nősültem, tehát 57-től voltam itt. Ezt a házat, ahol vagyunk, most ez hogy miért tudok én Bélapátfalváról ennyit, ez Bagi bácsi volt, Bagi bácsi pedig bíró volt, 91 éves korában halt meg, mert ezt a házat, ezt utána építettük ilyen formában, és akkor hát innen temettük előtt, és 91 éves testének visszaszámolni, olyan értelemben, hogy 50-90 halt meg, és akkor hát ő sok mindent a falu eleje bíró volt, tehát a krém volt, mondjuk. Mi polgármester? Hát nagyobb volt. Nagyobb? Hát nagyobb, hát és földbirtokos volt, és a család nagy család volt. Tehát hát ő mindent szinte a környékről mindent tudott, olyan értelemben mindenben benne voltak. Na most köszönjük a szobrot. Egy paksamétát tetszett kikészíteni, amikor jöttünk, és ezerről a szoborról szól. Igen. Pontosabban erről is, ami most áll az apátság mellett, meg az elődjéről. Az elődje, mert tetszik engedni, az elődje kérem tisztelettel, ez a szobor. Akkor a kis könyvbe, ha ott van, ki tetszik nyitni, ahol a kőfal is áll, és a keresztmama ott van. A keresztmama egy vendéglánya ott ül, és ez is eredeti szobor. Na most, hogy épült, hogy kezdődött? A szobornak a története nem egészen tisztázott. Tehát gyakorlatilag itt, mikor én erről beszéltem, azt mondta, az egyház ellen, én nem megyek az egyház ellen, csak amit én hallottam. Mert amit most Béla, aki szerkesztette a könyvet, a Bársony Béla, ugye utána járt, ugye hát ugye ez itt mondtak, azt mondtak, és hát, hogy az egyház nem tudjuk, és nem tudják, hogy tulajdonképpen ki kezdeményezte a szobornak a felállítását. Mert 1930 előtt már szó volt arról, vagy 1830 előtt, igen, 1830 előtt szó volt arról, hogy ide jöttek a zarándokok, búcsújáróhely volt, hogy a kezdeményezés ki volt, ez titok egyenlőre, nincs felfedve, és akkor ugye a szobor, mikor megcsinálták, mert ott vannak felvételek itt oldalon, ahol a búcsosok vannak. Igen. Akkor még szinte egyedül áll, vagy oldalt áll a szobor, akkor még nem volt neki kiépítve a hely. Ez a támfal? Az a fal. Tehát szakaszosan csinálták az ilyen dolgokat, amit nem lehet igazolni hivatalosan, tehát ez van. De mindegy, a szobor áll. Erről most az, hogy utána, a szobor után mi jött? Hát,
Hát tessének elképzelni, most már szinte bátran mondhatom azt, hogy a manufaktúrákat, amik jöttek, amit építettek, tehát gyakorlatilag kezdem a nagyjal, kezdem a Kördénygyárral, mert volt egy olyan, hogy szívással mindig verseny volt, tehát volt olyan, hogy ez hivatalosan igazolva 1810-ben már szívváson kőedényeket csináltak. A Keglevis idejében, Keglevis gróf idejében. Erre ugye felfigyeltek itt is az ilyesmire, hogy ki, hogy, ezt nem tisztázott. Hát ha szilváson van ilyen, akkor Bélapálfal miért ne legyen? Tehát ez folyamat volt. Folyamat, és akkor, mikor a szobrot felépítették, utána beindult a kőedénygyár, ugye szilvásnak meglett a ellenfele olyan értelemben, és akkor a kőedénygyár virágzott, nem tudom, hogy hány, 90-alahány évig, az mind különböző kis manufaktúrák létesültek mellette, kendertörő, akkor papírzsúzó, meg nem tudom, halastó, meg fürdőhely, ami már nincsen, mert ez mind, amit én elmondok, ez történet vagy történelem, mert ezt mindent elmondta Bagi bácsi, szépen elsorolta, hogy hogy volt. Hogy a szobor történetével foglalkozzak. A Vizménél voltam, és akkor ugye nagy fák voltak a szobor körül, hát ugye akkor nem lehetett mélyebben beszélni az ilyen dolgokról, mert hát a 80-es években még keményen ment az ellentét valami, hát én sokat kaptam a fiam véget is, vagy valami a vízműnél is, és akkor volt egy nagy vihar, akkor a Józsi bácsi volt itt, a dr. Váradi Józsi bácsi püspököt később Nyíregyházon. Csak helynek. Helynek lehet. Na helynek, mindegy. Köszönöm. És akkor ő volt itt, és akkor a letört gajak összetörték a szobrot, leütötték. Hát ugye a Vizmendi voltunk, a kollégák voltak, én is kimentem oda mindjárt, és akkor rakosgattuk ide-oda a darabját a szobornak. Hát Józsi bácsinak valami nézeteltérés volt, valaki arról nem akarok beszélni, ott a fa végett, ugye mert hatalmas fa ott volt, azzal most mi legyen, azt összevágták, hogy valami, na mindegy. És akkor, hát telt múlt az idő, a kisháznak a végébe rakosgattuk a szobornak a maradványait, ami maradt. És akkor az alap megmaradt, ugye, és akkor hát a feleségemnek mondtam, hogy elhozom ide haza, te mindent hazahozol, gyűjtöl, vagy valamit, van arra illeték, na mindegy. És hazahozta? Lebetegedtem, a Vizménytől elkerültem, a szobornak maradványából nem maradt semmi. Eltűnt, eltakarították, jött az átalakítás, minden ott úgy, és ami volt ott. Na, több ilyen kezdeményezés volt, hogy majd visszaállítják a szobrot, tehát úgy én csak hallgattam, hogy mi lesz, figyeltem, hogy mi lesz ebből, mert már darabja nem volt semmi. És akkor hát, mikor oda került a sor, hát ez már mostani történet, és akkor hát aztán beléptem, mondom, hát tulajdonképpen a fényképek itt voltak nálam, Adorján, ott van a hátán, egy fénykép is csinálta a keresztmamához járt ide, és akkor ő csinálta a fényképeket, mindent, és akkor itt voltam. Na de én ezt odaadtam valahova a kultúrházba, és akkor hát ugye megszerezték a fényképeket, és ugye villogtak vele, vagy hát aztán, na mondom, ebből elég, és akkor némi nézeteltérés is volt, mikor adjátok ide a fényképet, mindent, és akkor majd... Ja, kellett a fénykép a új szoborhoz. Igen, így van. Na most, oda került a sor, hogy a fényképet. Hát a papnak mondtam, hogy addi nem, mert már én a postán várják, mert küldöm most, mert hát a művész várja. Már akkor lebeszéltem a művésszel, beszéltem telefonon, és az igazgató és a vízműnél beszéltem, hogy hát vissza szeretnénk állítani a szobrot, és akkor minden további nélkül, de tavaszra csinálják meg, azt mondja, hogy az, hát aztán eljött a művész úr ide, a Koltai László úr, és nagyon gyorsan szerződést megírtuk, felvállalta a szobrot. Na de hogyan? Fénykép után.
hát hogy fog-e sikerülni? Ne törődjek vele, majd ő megoldja. Hát ugye, hát többen kérdezték, hogy hogyan. Hát ez ugye művészi munka, ugye hát annak idején mi tanultuk a nézetrásot, meg az ilyen dolgokat, ő fölbontott a nézetrásra, teljesen, hogy mind egy hónap alatt, másfél hónap alatt megcsinálta a szobrot. Határidőre, ahogy felvállaltuk, én elmentünk, kifizettem, és akkor a szobor áll. És miért volt ennek fontos, hogy újraállítsa ezt a szobrot? Most nagyon rátapintott valamire. Most jön a pápi. Most jön, amit odaadtam önnek. Ez a könyv, nem? Egy kis világot tetszett adni a beszélgetés előtt, hogy végén erre rátérünk. A vendége Kanadából a anyósomnak a nagynénye 1927-ben kikerültek Kanadába. Nekik nem volt gyermekük, és mikor hazajöttek ide, nálunk érezték jól magukat a sógorra, öreg sógorra, nagyon ki tudtam jönni, valamit beszélgettük, minden is, és akkor itt azt mondta, hogy én kivetethetnélek benneteket, de akkor mindenki jönne. Jancsi, gyűjtesz a pénzt valival, a repülőjegyre gyertek ki, azt mondja, és akkor majd meg lesz az ott. Nagyon telt múlt az idő, a sógor meghalt, az Erzsénere kivitette az anyósomat, meg az öcsét, a bátyját oda. Na de utána, mivel hát rólunk is volt szó, minket és a feleségem együtt kivitettett az Erzsénereme, úgy mondtam, hogy Erzsénereme úgy van, és akkor kivitettett. Hát kérem tisztelettel, azt nem lehet elfelejteni, amit, ahogy ott minket a tenyeriken hordoztak. Akik 27-ben kikerültek, ott voltak. A nyugdíjas házban, de a nyugdíjas ház milyen volt? Olyan, hogy teljes konyha, minden ellátás, ott az a néni bent volt, az Erzsi néni, meg a Mari néni, vagy valami, és akkor ott minden elhatározták azt, hogy most ez van, oda is elmentünk különböző ilyen helyekre, azok is elkezdték. Bélapartfalván, mi van? Mi van? A szobor megvan-e még? Hát ugye nem mondtam azt, hogy hát már akkor nem állok meg. Ugye, mert a temető hogy van? Minden, de minden. Ugye, hát a feleségem csinálta a dolgát, nekem meg már beszélni kellett, ott már sokat belefáradtam, már mondom, már nem, éjfél is van, még mindig mondjam. Hát ők is mikor jöttünk haza. Mindenki jött ünnepelni bennünket. És akkor, hát akkor én határoztam, hogy a szobrot megcsináltatom. Ezt nem mondtam senkinek. Ez egy feladat volt nekem, és akkor, hát hála Istennek, az Istennek, hálát adok maga, vagy aki segített benne, hogy hát, hogy a pápi, miért van ez, nem tudom, tetszettek-e valami. Ezt ez úgy hívják, hogy Mák, pápi. Volt egy olyan ünnep, egy olyan helyen is voltam, egy autógarázsban, hogy magyar volt a tulajdonos, aki ott született, oda is vinni kellett trapacskát, mert hát a fiatal ember, vagy az ember azt szerette, minden, és akkor a feleségem megsütött elmélet, és akkor a fia tudott csak keveset magyarul a garázstulajdonosnak. A garázstulajdonos nem volt otthon. Bejöttek oda ilyen régi veteránok, repülős és különböző tisztek, ugye, és azok ott voltak gyakorló ruhában, mellette volt a klub, ott a műhely mellett, és akkor oda jöttek be kávét inni, vagy beszélgetni, vagy valamit, hát észrevették, hogy valaki megyen, hát ki az, vagy minden, és akkor kérdezték, hogy ki vagyok én, vagy honnan jöttem, olyan fiatal ember, fordítsa, hogy hát úgy mondta, hogy Európából jött, és hát honnan? Hát igen, azt mondja, ők ott keresztül, nem mondta azt, hogy hát bombáztak, keresztül repültek, azt mondja, és hát ilyen történetben vettem részt, és akkor jött az ünnep. A világon levő összes hősöknek az ünnepe, úgy hívják, ez a jelkép, ezt úgy hívják, hogy Mákvirág, pápi, tehát nem úgy mondták, és akkor a hősök ünnepe, és akkor a katonák
ezek a veteránok, hogy halai beöltözve gyakorló ruhába, minden üzleten ott vannak, ott állnak, és akkor le van téve a sapka, vagy valami ott, és egy doboz, és akkor abban bele kell dobni valami pénzt, mert ugye hát aki megmaradt rokonság, azokat segíteni kell, és lesz a nagy ünnep majd, ekkor meg akkor. Hát ugye adtak egy ilyet. Ez kis volt, piros virág. Ez volt a pápi, tehát ez a úgynevezett mártvirág, teljesen mindegy. Azt ki kellett tűzni, mikor mentünk, akkor már tisztelgett az illető, akár ki volt ott, már nem kellett pénzt dobni, mert már én bedobtam. Na most térek én arra, egy olyan kérésem lenne, hogy tekintettel arra, hogy a szobor az enyém, és a családom tulajdona, most én felajánlom, és erre a szisztémára, erre fogalmazzanak egy táblát, hogy a világon lévő magyarság, aki már kint nyugszik, és nem tud hazajönni, vagy kényszerült arra, hogy a hazáját elhagyja, azoknak az emlékében én a szobrot felajánlom. Megtisztelettel kérem mindazokat, határon, innen határon túl, akik tudnak ebben segíteni, folytassák az ügyemet olyan értelemben, amit én mondtam, ez a végakaratom.